Sziasztok, többen is kérdeztétek, hogy mik azok a rossz gondolati minták, amiktől szeretnék megszabadulni, és ami miatt eldöntöttem, hogy változtatok az életemen. Hát ebben a videóban erre szeretnék tömören és a lehető legrövidebben reagálni. Szóval vannak olyan elvárások és olyan dolgok, amiket csak így beléd táplálnak születésed pillanatától. Nyilván nem kell haragudni a szülőkre, meg senkire, mert ezt ők is így tanulták, és csak továbbadják azt a tudást, meg azokat az elveket, amik szerint ők is élték az életüket. És nem mondom, hogy ezek az elvek minden esetben rosszak, és nem helyénvalóak. Ezt mindenki maga döntse el, hogy ki mit tart jónak, illetve ki mit tart olyan dolognak, amit ki kell iktatni az életéből. Tehát itt most én a személyes megtapasztalásaimról fogok mesélni. Oké, senkit nem fogok arra biztatni, hogy tegyen így, változtasson, ha nem jó, mindenki, de a saját elvei szerint, a saját igényei és szükségletei szerint. Nos tehát, ami engem nagyon zavart, az, hogy folyamatosan szorongtam a teendőim miatt, azok miatt, a dolgok miatt, amiket meg kell csinálni, de végül is ráér, csak úgy ott van a háttérprogramban, hogy de ezt meg kell csinálni. És egyszerűen nem tudtam magamat elengedni, nem tudtam magamat kikapcsolni, nem tudtam magamat jól érezni a saját jelen állapotomban, mindaddig, amíg ezeket a dolgokat meg nem csináltam. Ezzel együtt ugye ott van a halogatás. És a halogatás az egy olyan téma, hogy nyilvánvalóan vannak dolgok, amiket meg kell csinálni időre, és ezeket minél hamarabb próbáld meg elintézni. Ezeket én is így szoktam csinálni. Viszont, hogyha ráér, akkor vagy az van, hogyha nem tudod a háttérbe tenni ezt a programot, és megnyugodni, és jól érezni magad, akkor csináld meg ezt is. Akkor dolgozz előre, és akkor tök jó lesz. De ha halogatsz valamit, nem olyan fontos, és te mégsem érzed jól magad, nem tudsz kikapcsolódni, nem tudsz hátradőlni, nem tudod megélni a pillanatot, akkor ott valami probléma van. És amikor így ezt a problémát felismered, hogy a probléma az itt van bent a fejedben, akkor ezen neked kell változtatni. Tehát el kell dönteni azt, hogy hogy belegondolsz abba, hogy vagy megoldod minél hamarabb, minél zárosabb határidőn belül azt az adott dolgot, ami téged nyomaszt, zavar, stb. Vagy megpróbálsz valami olyan technikát megtanulni, ami által nem fogod érezni ezt a nyomást a lelkedben, az agyadban, és ki kell tudni kapcsolódni, kell, hogy tudj a jelenben élni. Aki követi a csatornámat, tudja jól, hogy a tudatos jelenlétet én már egy ideje gyakorlom, és nagyon sok dologhoz elvezetett. Igazából ez volt tulajdonképpen az indítója ennek az egész változásnak. Éreztem, hogy mindig tele vagyok stresszel, megfelelési kényszerrel. Folyamatosan azt pörgettem a fejemben, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, együtt funkcionálok, kapcsolódok velük, dolgozok velük, bármilyen kapcsolódásom van velük, hogy lehetne az, hogy sokkal jobban, gördülékenyebben történjenek meg köztünk a kommunikációk. Ez ugye nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy kivel veszed magad körbe, és eddig mindig csak én voltam a kulcsa, aki változott, aki megpróbált mindent úgy csinálni, hogy ez jó legyen. És rájöttem arra, hogy ez nem feltétlenül jó dolog, tehát, hogy vannak olyan emberi kapcsolatok, amik egyszerűen nem működnek. Tehát rá kell jönned arra, hogy te akármit csinálsz, ő nem fog változtatni. És az már egy egyoldalú dolog, amikor te mindent megteszel annak érdekében, hogy jó legyen, és te érzed azt, hogy nem jó. Ő már nem tud beletenni abba a kis kosárba.
ami téged építene, ami téged boldoggá tenne. És most itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Tehát amikor azt érzed, hogy valakivel egy légtérben vagy, és már nem tudsz vele gördülékenyen kommunikálni, és telnek a hetek, a hónapok, és te akármit megpróbálsz tenni, beszélni vele, nem változik semmi, és ő csak elvesz belőled, de nem ad hozzád, és belőled folyamatosan elveszi azokat a kis szeleteket, viszont te nem érzed azt, hogy ő egy morzsát is adna számodra, tehát, hogy nem érdeklődik a hogy léted felől, nem ismer már, eltávolodtatok egymástól, te tudod az ő igényeit, szükségleteit, és rád is erőlteti őket, adott esetben viszont ő nincs tisztában azzal, hogy neked mi a vágyod, a célod, az érzéseid. Tehát ez egy nagyon fontos és sarkalatos pont szerintem. Úgyhogy nekem elsődlegesen most a legfontosabb, hogy ezeken változtassak. És nagyon sokszor volt az, hogy belekapaszkodtam dolgokba, hogy jaj, de hát már mióta ismerjük egymást, de hát rokonom, de hát ez, de hát ennek a valakije, meg egy társaság, meg stb. Nem, ezt nem kell, tehát ezt el kell engedni, ez, ha nem működik, fel kell ismerni, és el kell engedni, és meg kell beszélni vele. Az pedig, hogy te őszintén elmondod neki, hogy mit érzel, és hogy ő ezt hova teszi, hogy ő ezt hogyan fogja fel, ez már az ő saját dolga. A lényeg az szerintem, hogy mindig legyünk őszinték, és nem kell kertelni. Én úgy gondolom.